Hello emberek! Itt vagyok újra, mert véget ért a február, és jönnek a válaszok a kérdéseitekre. Szóval baromi sok kérdés érkezett, köszi! Rögtön az első kérdés, Hintia egy küldte, miket lehet kérdezni? Most megtudod, hogy miket lehetett volna kérdezni. Szóval... Pisti kérdezte, hogy szöktél már be házi bulira? Nem emlékszem. Szóval nem tudom. Nem, szerintem nem. Aztán következő kérdés. Bianca kérdezte, hogy ha a világ újra benépesítéséről lenne szó, melyik anime pasit választnád és miért? Hát... Ez egy jó kérdés. Biztos sokat befakolnék a bőröndömbe. Szóval... nem tudom. Ha majd a világ éppen kipusztulni készül, akkor szóljatok, és akkor összeszedem, akik kellene. Ryu küldje nekünk, hogy... hogyha... miért lusta vagyok szerkeszteni a Chibi Boys oldalt, miért nem csinálok Facebookra egy Chibi Boys csoportot. És igen, ezt Ryu-nak köszönhetjük, hogy van Chibi Boys csoport Facebookon, mert miután elküldte ezt a kérdést nekem, megcsináltam, szóval köszönjük! Taps neki! és szintén Ryu kérdezte, hogy mi van a Chibi Boys újra összeállással. Nos, emberek, pam-pam-pam-pam, lesz Chibi Boys Sakura Konon, fel fogunk lépni, hogy mivel, hogy ki, és hogy mit, az legyen meglepetés. Többet nem árulhatok el. Aaron Kun egy kérdezte, hogy mi a kedvenc energiaitalom? A bőr. Meg az 800 forintos kínai energiaital. Mert az olcsó. És ezért. Na mindegy. Aztán... kedvenc pálcikás étkrémem. Ami van itthon. Na. Ja, amúgy baromi sokan küldenek úgy, hogy... szóval egy ember így laza 10-15 kérdést így elküldött. Nem baj, örülök neki, legalább valamit megválaszolni. Aztán ez a videó olyan baromi hosszú lesz, mint az állat. Na mindegy. Szóval a következő kérdezünk. Nesi-chan, vagy Nessi, bocs, nem ahogy ejted a nevedet. Szóval, igazság szerint te így a csoporttól kérdeztél, pedig ez egy egoista videó. Kinek mi volt az első anime, amit látott? Hát a többieket nem tudom. Szóval a többiek, nektek válaszolnotok kell kommentbe, jó? Én meg megválaszolom itt. Szóval, kinek mi volt az első anime, amit látott? Hát... az első? Szerintem a Sailor Moon. Igen. Mikor kicsi voltam, rohantam haza általános suliból, hogy megnézhessem az új Sailor Moon részt. Persze, csak németül, mert akkor a magyar adók még nem adták. Kukkot nem értettem belőle, de tök jó volt, mert Sailor Moon és átváltoznak, és... nem mindegy. Szóval, második kérdés. A CP-ket saját magatok készítitek? Igen. Vagy egymásté. De mindenképpen a saját magunk. Szóval, igen. Ebbe beleforrottam. Szóval, igen, magunk készítjük a CP-ket. Az összeset. Bevalljuk meg. A harmadik kérdés. Szintén. Nessi-chantól. Remélem, így gondolod a neved, még mindig. Ha ott lesztek Sakura Konon, és megláttak titeket, kaphatok autogramot? Természetesen igen, nem harapunk. Sok embertől hallottam, hogy nem mert oda jönni hozzánk, mert nem tudom, szóval... nem harapunk. Hiába nézünk ki félelmetesen, de szerintem nem, nem mindig. Szóval oda lehet nyugodtan jönni. Bármi. Egy.
következő kérdésünk Milánból, aki azt kérdezte, hogy nem akarjátok újra leforgatni a csodálatos mosópor reklámot? Nos, az úgy van, hogy az egy régi dolog, és azt nem így Csillivolszal csináltuk, hanem még előtte a CCTV-es produkcióval. Nem, az nem lesz újra forgatva, azért jó, mert már régebbi, és az már lesz forgatni. Szóval, sajnos azt nem forgatjuk újra. Következő kérdezünk Katalin, aki az első kérdése. Mióta CP-zel, és mi volt az első CP? Hát, az első olyan CP, amit annak is lehet mondani, és nem csak pár rongy darab volt összevarva, az Itachi volt, és 2007-ben, emberek, mikor volt a CP-tábor, a debreceni CP-tábor, azt hiszem 2007-ben. Nekem az volt az első úgymond normális és emberek közé merek menni CP-n. Szóval igen, a legtöbb ember utóval kezdtük. Második kérdés, szintén tőle, hogy melyik jelmezet volt a legköltségesebb? Szerintem a Jugi székén volt, de csak azért, mert a bőrnek kurva drága. Csak ezért. Többé az viszonylag. Jó, szerintem a Jugi is volt. Ahol sok minden kellett tenni. Hogy itt szólnak a szülei az anime, cosplay és japán fanságokhoz. Én nem vagyok olyan nagyon japán fan, meg anime fan, szóval így nem 0-tól 24-ig az megy, meg az jár a fejembe, szóval így nem. Szóval anyum az nagyon nem szeretett a cosplay dolgot, azt mondja, hogy jó, meg minden, meg úgy támogatja nagyjából, de így azt mondja, hogy nőjen már ki sürgősen, úgyhogy nem annyira tetszik neki, de így a japán, szóval ez a japán, meg így anime, ez nekem így nem, én nem vagyok ekkora fan. Nekem csak a cosplay, ami így oké. Persze nézek animéket, mert kell valamiből cosplayelni, de nem vagyok hatalmas fan. Ezt letisztázom most. Sőt, így külön japán dolgokat nem szeretem. Ezzel most sok ember szívét összetörtem, tudom. De ez van, szóval így se japán zene, se így japán egyéb dolgok nem. Katalintól következő kérdésünk. Szereted a magyar egyedül a tatárok. Mert a tatárok jó. Na, hogy kérdés, milyen felhúz van? Sajnos. Ilyen felhúz van. Szerintem.